Sem a kubikus parki kiszolgáló egységben, sem az érsekkertben nem tudta igénybe venni családjával az illem helyet dr. Filvi Géza képviselő vasárnapi sétájuk során. A kellemetlenséget először a közösségi oldalon osztotta meg, majd a képviselőtestületi ülésen is előhozakodott az általa észlelt gonddal. Szeptember 2-án vasárnap délután jártam az érsekkerti játszótéren és a kubikus parki játszótéren. Szomorúan tapasztaltam, hogy egyik helyen sem lehet WC-t használni. Ezek városunk legfrekventáltabb játszóterei. Beszélgettem szülőkkel, és ők is megerősítették, hogy soha nincs nyitva a mosdó, és a bokorba viszik pisilni a gyerekeket. A közösségi oldalon a felvetésre sok hozzászólás érkezett. Legtöbben a probléma gyors megoldását szorgalmazták. Közösségi felületen kiposztoltam ezt a tapasztalásom, és akkor láttam, hogy igazán mekkora probléma is ez városunkban, illetve milyen nagy igény van ennek a problémának a megoldására. Kérem tisztelt polgármester urat, intézkedni szíveskedjék, hogy a két játszótéren üzemeljen nyilvános WC. Legyen egyértelműen meghatározva a WC nyilvántartási ideje téli és nyári szezononként, jól látható felületen. A kérdést a képviselő írásba is foglalta, melyet átadott a polgármesternek. Dr. Bálint József azonban azonnal is választ adott. Az ottani WC-k csak rendezvényekre, hiszen rossz tapasztalataink voltak, hogy szétverték, egyéb a többi WC-ről beszélek. Ezért, mivel nyitvatartási ideje van, a platán bevállalta azt, hogy oda minden további nélkül be lehet menni, fogyasztás nélkül, tehát lehet használni. A másiknál pedig egyértelmű volt ott, és intézkedtünk, a bérlő vállalta azt, hogy ezt üzemelteti, nyilvántartja. Így tehát mindkét helyen használható az innemhely, viszont a gondot azt jelenti, hogy csak nyitvatartási időben. Erre még keresik a megoldást.